Örkény István, a magunk megvalósításának néhány változata. Mit tagadás. Mint a legtöbb gyerek butaságokról álmodoztam. Pilóta, mozdonyvezető, vagy legalábbis mozdony szerettem volna lenni. Néha gondoltam egy nagyot. Ha megnövök, a bécsi gyors leszek. Távoli rokonunk, dr. Kniza, apát plébánus, iskolázott és megfontolt férfiú, arra próbált rávenni, hogy kavics legyek és engem vonzott is a végérvényesség, a lekerekített csönd. Anyám viszont épp fordítva, azt kívánta, hogy keressek valami kapcsolatot az idővel. Menj csak eltek te kisfiam, tojásnak, nógatott néha, hiszen a tojás, a születés és az elmúlás egyszerre, a törékeny burokban múló idő, egy tojásból bármi lehet, a jó mama. De lám, az élet útjai kiszámíthatatlanok. Most egy homokórában vagyok homok, talán, hogy mindkettőjüknek igazuk legyen, hiszen a homok maga az időtlenség. A homokóra viszont az időmúlás ősi szimbóluma. Ott szerepelt már az egyiptomi hieroglifák között, és azt jelentette, lemegy a nap, Istenem, hogy szalad az idő, gyülekeznek már a költöző madarak, és mitől szédülök, kedves doktor úr? Egy ilyen kényelmes állást nem könnyű megkapni. De Kniza bácsi dicséretére szóljon, hogy bár nem helyeselte a megalkuvó életelvet, mégiscsak beprotezsált. Így fölvettek alkalmi homoknak. Alkalmi azért vagyok, mert csak tojásfőzéshez használnak. Ebben is a mamának lett egy kis igaza. Most már kezdtem azt mondogatni, hogy sikerült jól berendezni az életemet. Amikor hirtelen beütött a baj, egyik pillanatról a másikra megcsomósodtam ami egy homoknak épp oly katasztrófa, mint mikor egy balettáncos pocakot ereszt. Csak hogy ez minálunk nem a korral jár, a homok nem öregszik. Az a problémám, mert pedig egyre gyakrabban, hogy a lábam átcsúszik, de a fenekem fentakad az üvegszűkületben. Próbáltam persze fordítva, fejjel lefelé leperegni, de akkor is az lett a vége, hogy percekig, néha órákig ott nyomakszom kézzel lábbal kapálózva, és addig a tojások nem főnek tovább homokóra megáll, hiszen az a sok homok tétlenül vár a fejem fölött. És ezek a homokok nem sürgetnek, meg sem ukkannak, de puszta létükkel valami néma morális nyomást gyakorolnak rám, amitől idegbajt kapok. És még csak azt sem mondhatom, hogy nem tehetek róla, mert igenis tehetek, hiszen nyilván kezdettől megvolt bennem a hajlam a megikrásodásra, mert alapjában duhaj, lázadó, összeférhetetlen fráter vagyok abszolút alkalmatlan homoknak. És aki ma lát, el se hinni, hogy mehettem volna én izzó lámpával légüres térnek. És tessék csak elképzelni. Volt egy lány, egy csinos, de butácska Panni nevű nő, aki a Batisz gyárban dolgozott. Te, mondta egyszer, gyere ki velem, csinálunk belőled női bugyit. Hát, akkor megsértődtem de ma már ez is paradicsomi boldogságnak tűnik föl nekem, hiszen bugyinak se lenni valami nagy változatosság, de azért mégiscsak van egy kis pikáns zamata. És most megint be vagyok akadva a szorulatba. Innen üzenem mindazoknak, akik vártak tőlem valamit, hogy bár szeretteimtől csupa rossz tanácsot kaptam, végeredményben csak én vagyok a hibás, amiért ezt a szürke, de biztos életpályát választottam. Pedig, ha merek kockáztatni, akkor egy kis szerencsével és minden protekció nélkül, mert ismertem a mérnököt, aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte, többre is vihettem volna. Hiszen ha 70 ezer tonnás Queen méri helyett történetesen én jutok eszébe, akkor most nem a hasamat lennék kénytelen behúzni, hogy átjussak ezen az Istenverte szűkületen, hanem toronymagas hullámokat meglovagolva, széllel, viharral dacolva büszkén szelném a tengereket. Bocsánat, elnézést. Sikerült. Átpréselődtem. Lepergek.